Itt Devonban, a Temár csendes völgyében valaha virágzott az ipar. A földeken dolgozó gazdák látták el az egyre növekvő városokat friss terményekkel. Vihetik a narcisz Londonba. A föld alatt dolgozó bányászok rezet és értékes ásványokat fejtettek ki. Robbantás! Alex Leglenz és Peter Ginn régészek, valamint Ruth Goodman történész egy éven át az Edward korabeli gazdák életét élik. Na hát, milyen aranyosak! Beletanulnak a Devont valaha gazdaggá tévő falusi iparágakba. Kapás van! Jó kislány! A csapat legutóbb megismerkedett a megye tejgazdaságával. Most más íze van. Nekünk ízlik! Bevetette a szántóföldet. Részesült a völgy turista forgalmából. Hip-hip! Hurrá! Június van. A gazdák hajdan ilyenkor vitték ki birkáikat Dartmoorba legelni. Erre! Gyertek csak! A csapat felfedez egy ősi tájat. Egy ilyen napon úgy érzem, ez életem egyik legjobb állása. Kiveszi részét Devon hajdan virágzó gyapjúiparából. Micsoda idegtépő meló. És régi barátokkal találkozik. Megjöttek! Ez aztán a stílusos érkezés. Edward kori birtok. A Temár völgyében a nyár új kihívást jelentett az Edward kori gazdáknak. Júniusban tettek szert haszonra, de van egyik hagyományos termékéből, a gyapjúból. De ilyenkor kellett kihasználni az időt arra is, hogy betakarítsák a téli takarmánynak valót. Ebből a zavatos fűből takarították be a téli szírának valót. De az idén mással próbálkozunk. Valami igazán radikálissal. Mivel a gazdálkodás tudományos alapokon folyt, a kormány a silózást javasolta a gazdálkodóknak. A lekaszált fűtől megvonták az oxigént. A lédús és zöld fű így tápanyagokban gazdag maradt. Ma a silózást a modern gazdálkodással kapcsoljuk össze, amikor a füvet műanyag zsákokba gyűjtik. Pedig 1888-ban már írtak róla, hogy ez milyen hasznos lehet. A mezőgazdasági és halászati bizottság már az Edward korban javasolta, mert olyan jó tápértéke és zavata lesz tőle a fűnek a téli hónapokban. A csapatnak össze kell gyűjtenie az összes levágott füvet a silóhoz, mielőtt kiszárad. Sose gondoltam, hogy egyszer nyáron majd füvet szedek, mielőtt kiszárad. Szuper! Tökéletes! Szép zöld! Érezni a frissen vágott fű illatát. Ez az erjedés szaga is, nem? Éppen arra várunk. A fiúknak légmentes tárolóra van szükségük, hogy a füvet megőrizzék. Ennek a tárolónak az alapgondolata, hogy meggátolja az oxigén bejutását a szerves anyagba, mert ha a levegő hagyjuk, megrohad a fű. A szalmatetőt rátesszük a lekaszált fűre, és azt szigeteli a füvet, amely így nem kerül kapcsolatba a talajjal. Nem indulnak be a Listeria baktériumnak kedvező folyamatok. Kész is van. Elégedett vagy? Igen, jó lett. Ez volt a könnyebb része. Ez könnyű volt.
Most kell rá földet lapátolnunk. Hogy a fű ne jusson oxigénhez, földdel kell lezárni. A silóban így akár évekre is ehető takarmány marad. Kész van. Se föld, se oxigén. Kész a siló. Lesz takarmány télire a birkáknak és a marháknak. De jó, hogy ez megvan. Az Edward Cory birtokon hasznosítani lehet a Tamar völgyének enyhe klímáját. Az árpa és a kukorica bőségesen terem errefelé. Jó termésünk lesz. De a birtok juhainak nem tesz jót ez a meleg. Kisütött a nap. Jönnek a legyek. A birka a legjobban a dongótól szenved. A dongó a birka hátára rakja petéjét, amelyek szép lassan beeszik magukat az állat húsába. Tönkreteszik a gyapját, és maga az állat is beteg lesz, nem eszik. Még el is pusztulhat. Még maga az állat is rámehet. Hogy megmentsék a birkákat a legyektől, a fiúk felviszik az állatokat a birtok legmagasabb pontjára. De mivel nagy mocsár volt a közelben, az Edward korban a nyájat inkább Dartmoorba vitték. A dartmoori nyári legelők látványa egyszerűen csodálatos. Nagyszerű lenne felfedezni őket. méterrel a tengerszint fölött az 1000 négyzetkilométernyi terméketlen lápvidék sötét ellenpontja Devon zöld ellővölgyeinek. Dartmoor egy vadon. Gránitsziklák emelkednek ki a semmi közepén a tőzekből. Az ottani gazdálkodást maga a környezet szabja meg. Dartmoor hajdan buja erdő volt. Az elmúlt 5000 évben a gazdálkodók legelővé formálták a vidéket. Dartmoor nekem fantasztikus, romantikus táj. Nagyszerű lesz beletanulni abba, hogy milyen lehetett Dartmoorban a gazdálkodás 100 évvel ezelőtt. Nem gond, ha átveszed egy kicsit a birtokot? Nem, dehogy. Mivel a kecsketenyésztők minden évben elmentek a mocsárhoz, a nők egyedül maradtak otthon. Na tessék! A krumplén semmi jele a penésznek, de azért jobb, ha megpermetezzük. Ugye ezt még nem használtad? Még nem, de ismersz. Azért, hogy a birtokon ne legyen fennakadás, a nők és a férfiak átvették egymás munkáját. Különben tudod, mi történt volna az első világháború alatt? Szétesett volna az ország. De a nők szép csendben mindent megtanultak elvégezni. Készülve a rendkívüli helyzetekre, hogy férfiak nélkül is menjen tovább az élet. Rusz élelmet készít össze a fiúk számára. Kekszet és a népszerű italt, mahagónit. Kell egy citrom húsa és leve. Rum és brandy, amennyi belefér az üvegbe. Egy jó nagy adag cukor. Ha az ember a mocsarak közt előveszi a mahagónit, és egy bögrében vízzel higítja, hozzájut egy jó erős italhoz. Lássuk. Isteni! Tessék, srácok! Egyetek! Viszlát pár nap múlva, sziasztok! Ügyes légy! Viszlát! Rusz néhány nap múlva a fiúk után megy a mocsárhoz. Szeretnél már Dartmoorba érni? Alig várom. Dartmoor Morvelhamtől néhány órányira van gyalog. Már majdnem ott vagyunk.
Érdekelne az a mahagóni bor. A fiúk a láp sekélyebb részén egy hagyományos tanyaházat keresnek, amely évszázadok óta van használatban. Ezért jöttem Dartmoorba. Lenyűgöző, nem? Fantasztikus. Egy eredeti Dartmoori birtok. Ez ritka. Itt sok generáció követte egymást. Lehet látni, hogy mindenki más tett hozzá. Több ráépítés is látható. A végénél lehet az istálló. Az a lakórész, és nincs kémény. A marha istálló pedig itt volt. És még itt a láda, abban tartották az ágyneműt. Nézd azokat a köveket, az ajtónál. Az az ajtó vagy 500 éves. Ide néz. Egy hatalmas almaprés. És itt az almapadlás. Almapadlás. A csörlő. A prés. Ez a prés legalább 100 éves. Hihetetlen. És pár hordó régi almabor. Na hát. Szuper. A birtok ma Corin Pierce, aki szenvedélyesen őrzi a mocsár kecsketenyésztőinek hagyományait. Ez az egyik legrégibb angol birkafajta. Ez a fehérfejű Dartmoor, a nemzeti birkafaj, amelynek hosszú gyapja hajdan a lápvidék gazdaságának alapját jelentette. Manapság könnyen elfelejtjük, hogy a nemzet egykor a gyapjú kereskedelemből gazdagodott meg. Templomok, hidak épültek. Eszembe jött a Bridge on Wool, és itt volt a gyapjúból szerzett haszon. A kultúra, a gazdaság. A gyapjúból fizették a kisbirtokok bérletét is. A nyírás volt a legszebb nap, hiszen mindig egy évet kellett várni a gyapjúra. Szívesen segítenénk a nyírásban. Lássuk, bele tudunk-e vinni egy kis mókát. Versenyezni akarsz? Esetleg. Nekem nagyon gyenge az alkarom. Szívesen lennék a jobb nyíróval. A fiúkat a devoni birkanyíró bajnok George Mudge tanítja megnyírni. Fiával, Andrewval. Ez apáról fiúra száll. Apám és a bátyja is jó nyírók voltak. És most Andrew is. Nagyon jó. Akkor tiéd az első. A vándorló Edward kori birkanyírónak 5 perc alatt kellett egy-egy birkát megnyírnia. Csak óvatosan, meg ne vágja. Jól kell ismerni hozzá a birkatestét. Hát persze, mivel egy 12 centi hosszú ollóval dolgozik. Az ujjad marad. Le ne vágja az ujját. Ez nem rossz érzés a birkának? Dehogy is. Sőt, nagy melegben még örülnek is a nyírásnak. Ön úgy nyírja őket, hogy a gyapjú egybe jöjjön le róluk? Amikor borotválkozunk, mi is vigyázunk a bőrünkre. Mintha körbe rajzolnánk az arcunkat. És kész. Bele ne vágjunk. Van még egy dolog, amire nyírás közben figyelni kell. Ne vágjunk kétszer a gyapjúba. Még sokan nyírnak ollóval birkát. Dél-Afrikában a birkák 65%-át ma is ollóval nyírják. A legjobbak a világon. Tényleg? És őket is a megnyírt birkák száma után fizetik. Tehát minél többet kell nyírniuk. És a világ egyik pontján sem akar senki a leglassúbb nyíró lenni. Kész van. Oda néz. Teljesen más állat lett belőle. Fele akkora lett, mi? Rá sem lehet ismerni. 5 percbe se telt, igaz? Körülbelül annyi lehetett. Hányat nyír meg egy nap alatt? Egy jó birkanyíró úgy 50 birkát tud ollóval megnyírni. 50 talán elég lett volna. Nekem még 5 is. Olyan, mint egy borbély üzlet. Sorban állok.
Ő éppen rád néz. Olvasna inkább újságot. Ruth éppen a krumpli penész elszaporodását próbálja megakadályozni lent a völgyben. Meszes víz. Rézszulfát. A kormány útmutató füzetei alapján Ruth éppen egy francia gombaölőt készít. Állítólag volt egy francia gazda, akinek egy sor szőlője az út mentén nőtt. És aki elment mellette, az mindig szedett belőle. És a gazdának elege lett ebből, úgyhogy elhatározta, hogy kever valami rossz ízű löttyöt, és bekeni vele a szőlőt az útnál. Összekutyulta ezt a keveréket a házában, rátette a szőlőre, és az emberek le is szoktak róla. Sőt, állítólag, az az egy sor szőlője ott az út mellett nem lett penészes. A 19. század éhínségei után a bordói keverék forradalmasította a szántóföldek gazdaságát. Sok termés lesz penészes vagy gombás. A legártalmasabb a krumpli és paradicsom penész, amely szinte biztosan megtizedeli a termést. És ha csak a termés szélére rákerül, akkor végig pusztítja az egész sort. Nagyon rövid idő alatt. Úgyhogy természetesen ezt meg kell előzni. A bordói keverék mész és rézszulfát elegye. Ruth rápermetezi a krumplira. Lehet is kezdeni. Ez ám a női munka. Mint a mosás súlykolófával. Meg a köpülés. Működik. Ez szuper. Vajon mennyit lehet ezzel egyszerre lepermetezni? Bocsi. Lenyisszantjuk. A fiúk a Dartmoori birtokon versenyezni kezdtek a nyírásban. Ti táncoltok ott? Nyíri velem. Randira hívod? Számomra ez elég idegtépő. Érzi, hogy ideges vagyok. Az állatot tartani kell. És az enyém a legjobb. Jól csinálja. A birka is jól viselkedik, ami meglepő. Jól érzi magát. Pillanat, még rajta maradt egy kicsi. Nem is kevés. Jó. Kész is. Kész vagyunk. Peter 20 perc alatt nyírta meg a birkát. Alex? Nézed az órát? Egy pillanat. Még egy kicsit hadd figyeljek ide. Kész van. Mehet. Nagyon jó. Ügyes volt. Nagyon köszönöm, Andrew. Hú, de fárasztó volt. A nyírókat a munkájuk minősége alapján is megítélik. Gyors voltam. De ez nem lett szép. Jó, hát ez gyapjú, nem kirakós. Ezt talán te sem terítenéd le a kandalló elé. Bízzuk a mesterekre a munkát. És folytassuk mi is. Amíg a fiúk dolgoznak, Ruth sajtot készít, amiből az Edward-kori gazda szép hasznot húzhatott. A kis tejgazdaságok
Sokat változtak az Edward korban. A kis tanyaházak konyhái évszázadokon át mindig tudtak egy kis hasznot termelni, piacra és otthonra is dolgozni. Korszakunkra a házi sajtok kimentek a divatból. Jöttek a gyári, tömegfogyasztásra szánt sajtok. A standardizált sajtok készítését a kormány receptfüzetekkel segítette elő. Gondoltam, elkészítem ezt a sajtot. Kettes számú puha sajt. De szép elnevezés. Meleg hónapokban keresett angol sajt. Egy nap múlva fogyasztható. Már felmelegítettem a tejet. Úgy 35 Celsius fokosnak kell lennie. Ha lenne hőmérőm, ez nem okozna gondot, de nincs. Ezért az ujjamat dugom bele. Tehát melegebb legyen a testhőnél. Meleg, de nem forró. A tejoltó enzim hatására válik ki a tejsavó és a túró. A tejoltó enzimet el kell keverni, mert kevés a tejhez képest. De a sajt végső állaga miatt is kevergetni kell. Ha nem keverjük, akkor a sűrűje összeáll. Külön a túró és külön a hígabb részek. Milyen megnyugtató. És kikapcsol. Aki túl izgága, az nem készíti jó sajtot. Rusznak 4 órát kell várnia, amíg a sajt állagát kialakító túró kiválik. Már szilárdul a felszíne. Most kiszedem a teknőből a zselésre szilárdult részt. Kiemelem belőle nagy zselés darabokban. Ide nézz! Rögtön mehet a dézsába. Ez pont olyan, mint egy élőlény. A visszamaradt folyadék vödörökbe csöpög a dézsa alatt. Ez majd lesüllyed, ahogy jön fel a savó, és a túró összeesik. Ez olyan igéző. A nehéz nap után Dartmoorban a csapat végez a birkanyírással. Mehet, nagyszerű volt. Köszönöm, George. Szívesen. Colin levezetésképpen hagyományos nyugat-angliai kuglizást szervezett. Szeretném a csapatnak megköszönni ezt a kemény munkát, a szakértelmet és gondosságot, és hogy ilyen jól ment. Egészségünkre! Egészségünkre! Jaj, reped! Oh, no! Jaj, nekem! Maradok a birkanyírásnál! Szép volt! Ez szuper volt! Miközben a fiúk hozzászoknak az élethez Dartmoorban, odalent a Temár völgyében Rusz már kora reggel a sajtját ellenőrzi. Ne ess össze, ne ess össze! Rendesen viselkedj! Jó sajt! Ne ess szét! Baj, hogy türelmetlen vagyok? Sajtot csak precízen lehet sajnos készíteni. Nem lennék meglepve, ha az első sajtom egy kicsit... körteformájút akartam mondani, de sajnos semmilyen formájú lett.
Június van. Dartmoorban ilyenkor van a birkanyíró szezon. Az Edward-kori gazdák ilyenkor adták el a gyapjút. A gyapjút el kell vinni az üzembe, ezért Ruth elmegy a fiúkhoz a Dartmoori birtokra. Ha-ho, megvagytok! A gyapjú. De szép. Milyen bolyhos? Egy kicsit piszkos. Kemény lehetett a tél. Nem kéne kimosni, mielőtt elviszük a fonodába? Nem könnyű ez a döntés, mert így meg veszít a súlyából. Kimosódik belőle a lanoli. A kosz is megveszít a súlyából is, ha csak. Ha csak. De ha koszos, akkor is kevesebbet adnak érte. Bizony. Az Edward korban másképp ment minden, és a gyapjú többet ért bundánként. Mint amennyit most. És a gazda fogta a gyapjút, és elvitte a birtok menti patakhoz. Mindjárt az alsó szoknyám is vizes lesz. Nyomkodja össze a gyapjút, különben elúsznak a darabok. Látom, el akar szökni. Jössz vissza? Csavarja ki, ahogyan a ruhát szokás. Összenyomom. Itt egy kis fekete valami. Hát ez az életem eddigi legjobb munkája. És a birkák is hálásak, hogy már nem melegíti a bunda a hátukat. Ezért szoktak a birkák sokszor a hátukon henteregni és vakarózni, mert viszket nekik. Szép ez a Dartmoori táj. Itt a cserme is. Béke van, nyugalom, lassú életmód. Ez formálta a helyiek karakterét. Rendben. Készen van. Hová tegyük? Tegyük ki a napra. Mintha vakációzó gyerek lennék. Dartmoor síkvidéki birtokai fölött a helyi gazdák évszázadok óta közösen legeltetnek a nyílt mocsárvidéken. Fel jobbra! Fel! Hogy nyájaikat messzire hajthassák, a kecsketenyésztők kutyáikkal terelik az állatokat. Fel! Keljetek fel! Hogy megérthessék, hogyan működik ez ember és kutya között, a fiúk feljöttek Dartmoor kecskepásztorához, Kennyhez és kutyáihoz. Ül a kutya! Leül! Hogyan irányítja a kutyáit? Parancsszavakkal küldjük jobb és bal oldalra őket. Azt mondjuk neki jobb. És ilyenkor az ő jobb oldalukat értik rajta. Mindig. Ha azt akarom, hogy balra menjenek, gyere, gyere! Jó, és akkor körben balra fut. Itt az is fontos, hogy visszanézzenek. Mert ha jönnek fel a dombon, pár birka elkódorog. És azokat össze kell szedni. A hátuk mögül. Megőlük! Vissza! Vissza! Tehát szólt nekik, hogy vissza kell menniük a birkákért. Tudják, hogy ott van valami. Arra volnék kíváncsi, megtalálnak-e egy aprócska tollat ezen a hatalmas mezőn. Megpróbáljuk. Ide! Ide! Fel ide! Fel! Ez ám a precíziós munka. Nem hittük volna, hogy a terelés ilyen komoly szakma. Összetereli őket. Az utolsó is megvan. Leül! Ül! Nagyszerű. Mi ennek a trükkje? Erre csak egy gazdálkodó képes.
Csak aki tud állatokkal bánni, csak azt tud kutyát mozgatni, vagy megállítani. A kutyák szeretik ezt? Nagyon szívesen dolgoznak. Szeretik ezt? Inkább vagyok kutyákkal, mint emberrel. Ismerik a helyet, a birkákat. Gyorsan dolgoznak. A kimosott gyapjút már el lehet vinni az üzembe. Még itt szárazon is meglepően nehéz. Biztosan a zsír miatt ilyen nehezek, ami feljön a gyapjúban, és ez hosszú gyapjú. De ez itt a végállomás. Mennyit dolgoztunk? Reméljük, jól meg is fizetik. Dartmoor fehér aranyát, vagyis a gyapjút. Vigyázok rá, megígérem, rajta tartom a szemem. Reméltem is. Minden jót! Viszlát! Minden jót, köszönöm! Ruth Peter Fisherhez viszi a gyapjút a Cold Harbor gyapjúüzembe. Örvendek. Én is. Milyen csodálatos helyez. Könnyen ide talált? Csak a kéményt követtem. Azt nem nehéz. A ma múzeumként működő Cold Harbor üzem az 1900-as években Devon gyapjúipari központja volt. A Fox Brothers and Corporation nevű cég alapítójaként exportra és még a hadsereg ellátására is termelt. Tehát ezekhez gyártotta az üzem a fonalat? Ezt a brit hadseregnek készítette, és a vagyonközösség meg a birodalom országainak is. Később a németeknek is. Tényleg? Szerintem nagyon szép, hogy a devoni gyapjú világhírű lett. A vízi erővel működő gépek jó minőségű fonalat gyártanak a gyapjúból. Először is betesszük ide a gyapjút. Rendben. A gép eltávolítja a maradék szennyeződést, majd egy másik gép külön válogatja a rostot. Fokozatosan húzza be a gyapjút. Majd egyik hengerről a másikra kerül. Ezek a hengerek újra és újra átfésülik a gyapjút. Egy kicsit jobban kiegyengetik. Külön választja a rostokat, pihéssé teszi és tisztítja. Már jön ki a másik végén. Így van. Mennyire más lett? Fokozatosan körbe megy a végéig. Mennyire más? Eddig csomós és gubancos volt. Ez meg milyen sima? A gép ezután a gyapjút eredeti hosszának 8-szorosára nyújtja. Átmegy a hengerek között, és ahogy lejön, az a kar egy kicsit megcsavarja. Ebben a fázisban a fonal vastag és pihés. Igen, ez az előfonal. Innen megy a következő gépre? Most kezdi a gép fonni a fonalat. A gép a fonás során megcsavarja, és még vékonyabbra húzza ki a fonalat. Ez a fonal már az utolsó gépből jött ki. Fent van az előfonal, átmegy a két hengersor között, de most sokkal többet csavarják a gépet. Látom, sokkal gyorsabban pörögnek. Hihetetlen, hogy ezt az egész gépsort vízi energia működteti. Vízi és lóerő. Az összes szíjat, hengert, ezt a kattogó üzemet. Ezeket a fonalakat már megfonta, de ebben az állapotban még nem lehet őket használni. Ha nem lenne kifeszítve, akkor lehetne látni, hogy még nagyon csomós. A kötőfonalhoz három szálat csodor össze a sodrógép. Ez egy irányba sodorja az összeset. Így van. Aztán itt a másik irányba sodorja. A másik irányba megy. Most kerül mindegyik a jó pozícióba. Olyan, mint a kötél. Tehát ez a kész fonál. Ha szétszedem,
Három különálló szálra bomlik szét, és majdnem csomó lesz belőle az ujjaim között. Ha szétszedem, apró kis csomók lesznek rajta. De ha elengedem, teljesen kiegyenesedik. Ezt szeretem ebben, hogy a textil egy egyszerű, de ügyes dolog, és mindennek alapja. Fonal, textil, ruha. A függőhíd is ezzel a technológiával készül. Van egy elő. Fénykorában a Cold Harbor fonoda több mint 100 embert foglalkoztatott. Nehéz és zajos körülmények között dolgoztak hosszú órákat ébérért. Mekkora zaj! Ettől hamar meg lehet süketülni. A fonodában még legalább 400 szövőszék csattogna. Az Edward korban egy ilyen fonodában sok fiatal munkás is dolgozott itt, nem csak felnőttek, ugye? Főleg lányok. Lányok. Kevesebb bérét. Olcsó munkaerő. Mit tettek velük, amikor még éppen növésben voltak? Hihetetlen. Hamar megsüketültek. Ettől az ajtól nem csoda? Köszönöm, nagyon érdekes volt. Jó volt látni a folyamatot, ahogy készül a fonal. Hogy miből lesz. Birkából, fűből, napsütésből. Így talán érthetőbb lesz ez az egész. Devon gyapjúja nem csak a megyét gazdagította, hanem a tájat is formálta. Dartmoorban, ahol a fű, a haraszt és a zanót köztör utat, a gazdák a Swaling ősi módszerével alakítottak ki legelőket. Pontosan mi is az a Swaling? Ez nagyon egyszerű dolog. Elégetjük a régi növényeket, hogy legyen új fű. Tehát leégették ezt a területet. Látnak aztán itt fekete szárakat, növényszárakat, ami a megmaradt zanót nyoma. Mindig ezt a hagyományt követjük. A sway hódítást jelent, a ling harasztot. Norvég szó. Talán ennyi ez a módszer, hogy egy norvég összedörzsölte a kovaköveket, és felégette a lábot, aminek a helyén kinőtt a fű. A birtokosoknak évezredek alatt sikerült megszelidíteniük ezt a barátságtalan mocsárvidéket. Amíg Dartmoorban van, a régész Alex felfedezi ezt az ősi tájat. Dartmoorban az a lenyűgöző, ahogy a különféle kőzetek formálták a tájat. Ezek a kövek arra utalnak, hogy az ember már régen birtokba vette a mocsarat, és most egy kör közepén állunk. Ezt az őskorban hozták létre. Volt egy családi tűzhely, és a kövektől a tetőig gerendák tartották a házat. A kúpolakú tető valószínűleg gallyakból volt, és innen fantasztikus lehetett a kilátás. Ez a fal, amit kövekből raktak, elkerített egy részt, ahol az állatokat tartották, a birkát és a marhát. A kövek nagyon fontos szerepet játszhattak Dartmoor életében. Részei voltak az életmódnak. Segítettek megszeridíteni a vadont. A dél-brit föld legnagyobb gránit üledékéből gazdák több generációja is elkeríthette Dartmoori állatállományát. Alex Wilf Hutchins kőművessel és csapatával találkozik. Hello, Wilf! Hogy van? Örvendek! Ki tud jó kőfalat rakni malter nélkül? Akinek van szeme a kőhöz, ez csak a gyakorlattal jön meg. Én egy birtokon kezdtem gyerekkoromban. Csak játszottam vele, de az évek során kialakul a készség a formákhoz. Hogy kell a követ formálni.
Mindenki egymásra tudja rakni a követ, de hogy jó erős falat rakjunk egy vonalban, azt nem lehet gyorsan megtanulni. Én még tanulom. 60-on túl. Bill, Jason, van valami munkájuk a számomra? Sok munka van. Ez jó. Álljon be és csinálj. Ez egy kicsit mozog. Mozog? Akkor kell egy ék, hogy ne mozogjon. Ide mögé. Ezt szeretem ebben, hogy nyers, és már is kész. Nem kell szépnek lennie, csak jónak. Nagyon érdekes így építkezni. Engedheti. És hány méter falat tud egy nap alatt rakni? Talán 10 métert tudok rakni. 10 métert. A földtulajdonosok hoznak egy csapat embert. Az emberek rakják a falat. A hölgyek meg taliskával hozzák a követ az építkezéshez. Csak az én nejem nem. Aj, megcsúszott. Az ujjára vigyázzon. Ezek a kőfalak nagyon jellemzőek a térségre. Ide rakjam, vagy ez túl magas? Túl magas. A falat nehezebb építeni, ha a kövek a környéken nem illeszkednek egymáshoz. Ha laposabb lenne a kő, akkor nem kéne hátulra illeszték. A kereket kővel meg egyensúlyozni kell. Az Edvard korban persze nem voltak illesztékek. Nem hiszem. Oda nagyobb kell. Milyen jól néz ki? Szép munka volt, fiúk. Tényleg. Szóval így kerítik el a nyájakat. Minden ujjad megvan? Az egyikre ráejtettem a követ. Nagyon fáj. Nem esik le a köröm. Csak nem. Csodálatos volt ez a nap. Köszönöm, hogy itt lehettem. Ma tanultam valami újat. Otthon majd elkerítem a hátsó kertet. A táj földrajzi jellege miatt a lápvidéken alig változott az elmúlt századokban a gazdák életmódja. De a 20. század elején új ágazat jelent meg Dartmoorban. Az autó és a vasút elterjedésével a mocsár elérhetővé vált a turisták számára. Ivan Jones veterán autóján Rupert Acton shropshire-i földtulajdonos nyaralni jött a családjával. Ott vannak! Alig várja, hogy régi bérlőivel találkozzon. Fantasztikus! Ez ám a stílusos érkezés. Jó napot, Ruth! Rupert Edvard kori őseit követi, akik szintén Devonban vakációztak, és a megyében elsőként volt autójuk. Micsoda komoly bestia ez? Ez egy gép, hölgyem. Elnézést, egy gép. Ez egy Rolls-Royce Silver Ghost. Egy Rolls-Royce 1100 fontba került. Az rengeteg pénz volt. Sok pénz volt akkoriban. Önnek 10 évi fizetése. És legalább 500 fontba került, hogy a Berkers építse az egyedi karosszériát. Belül is milyen szép! És nagyon csendes, mintha tejcsordogálna, ha a hátsó ülésről hallgatjuk. Tényleg? Ahogy elindul, a motort nem is hallani. Bár egy Edvard kori gazdának ez túl nagy luxus lenne, Alex, Ruth és Peter nem tud ellenállni egy kis kocsikázásnak. Ha valamelyik történelmi korban gazdag lehetnék, tudod, hova mennék? Az Edvard korba, igaz? Mennyivel tud menni? Úgy 100 óránként. Mennyit fogyaszt az autó?
35-öt. 35-öt? 100 kilométeren. De meglepő, hogy 1909-ben már több benzinkút is volt erre, mert annyi turista jött ide autókázni szerte a világból. Pedig a feliratok lovaskocsiknak szólnak. Majd visszafelé dudáljunk rájuk. Az autó megjelenésével nem csak a vidéki turizmus vált lehetővé, hanem az autós piknik is terjedni kezdett a tehetősebbek körében. Drágám, vedd elő a likört. Ki kér rákot? Hatalmas ollók! Az Edward kori piknik annyira jellemző, hogy erről a korszakról rögtön ez jut az ember eszébe. Nyári égbolt, szép helyek, evés. Az Edward kori piknik olyan lehetett, mint a békavári uraságban, amikor Brecky mindent felsorol, ami a piknik kosárban van, és nincs vége. Kenneth Graham és más írók egy új romantikus nézőpontból írták le a brit vidéket. Mivel egyre többen jártak vidékre pihenni, és menekültek el az ipari városokból, Dartmoor romlatlan tájai egyre népszerűbbek lettek a túrázáshoz. Csodálatos időt fogtunk ki. Rupert szeret a mocsárvidéken túrázni, és a fiúkkal együtt Roger Paul idegenvezetővel vág neki. Hová visz ma minket? Arrafelé. A Cranmer-tóhoz. Dartmoor legtávolabbi pontjához. 15 kilométerre mindentől. 550 méter magasan. Már látom is. Mindjárt elfogy a vízünk. Várta már a kirándulást? Nagyon jól esik a séta. A Cranmer-tóhoz a vidék vadregényes tájain átjutnak el. Itt egy kicsit nehezebb a járás, mert sok a hepehupa. Dartmoornak ez a része olyan, mint egy nagy szivacs, mert évente rengeteg esőt szív magába. Mozog az egész terület, ugye? Cuppog a lábam alatt. Képzeljék csak el télen, szinte ugrál, mint a jójó. Álljunk meg, nézzék már meg ezt. Ha bedugjuk ide a botot, ilyen mélyre süllyed. De most száraz a föld. Ha behúzza az embert a mocsár, hogyan kell kijönni? Le kell feküdni. Igen, úgy. Ha van tarisznyája, tegye maga mellé. Tegye oda és kúszson ki. Húzza ki magát. Remélem, nem lesz rá szükség. Nekem volt egyszer. De az is jó, ha valakit követ. Szóval ezért jössz így. Itt tólálkodik. Lebuktam. Mögém ne jöjjön. A csapat egy óra múlva ér a Cranmer-tóhoz, amely valaha a legmerészebb embereket is próbára tette. Tehát ez az. Így van, itt vagyunk. Nyissuk ki ezt a dobozt. Noha a tó már rég kiszáradt, ez a kietlen mocsárvidék mágnesként vonzza a látogatókat. A 19. században született itt egy játék, amely később geocaching néven vált népszerűvé világszerte. Ide tettek egy képeslapot, megcímezték egy családtagjuknak, és rábízták valaki másra, hogy jöjjön és adja fel a képeslapot. Bizonyítékképpen, hogy eljött ide ehhez a tóhoz, ami akkor nagyon távoli helynek számított. Itt a napló, írjuk alá. Jó, rendben. Ez a logbookja. Igen, a napló és a pecsét. Bizonyítandó, hogy így járt. És biztos vannak képeslapok is. Nézzük meg. Küldjünk egyet Rooksnak. Lássa, hogy nem a kocsmában ültünk egész nap. Küldjön szendvicset. Halványan látszik. Sokat kellett várni, hogy hazaérjenek a képeslapok?
Azt mondanám, annyira talán nem is, mert 1905-ben, amikor először kitették ide a logbookot, 6-700 látogató jött el ide. De 3 év múlva már 2000. Az első évből van egy franciától egy feljegyzés, aki Franciaországba küldte vissza magának a lapot. Itt van. Tedd bele. A következő látogató majd elküldi nekünk. Reméljük. Visszajön velünk? Vagy egyedül kell visszamennünk? Hadd lássam, mit tanultak. Kíváncsi, hogy sikerül-e? Nincs egy rövidebb út. A csapat most már visszatérne a völgybe, de még van egy fontos feladatuk. A birkanyíró szezon után mindig jött a dagály Dartmoorban. Hajdan több száz alföldi kecskefarmer terelte nyájait a magasabban fekvő nyári legelőkre, a középkortól kezdve minden évben. Ide, ide! Gyertek! Kenny és kutyái segítségével a fiúk elkísérik erre a zarándoklatra az utolsó gazdálkodókat, Patrick Cockert és családját. A családom 1850 óta jár fel ide. Tényleg? Nagyon régóta. Már csak tartjuk a hagyományt, de sajnos mi vagyunk az utolsó ilyen család. Valóban. A birkák már maguktól is oda találnak a nyári legelőre. Már tudják, merre kell menni. Az ösvénytől ide találnak. Itt szoktak nyaralni. Gyere! Miután előkészítette őket, hogy megéljenek a lápon, ön szerint ki fogják itt húzni néhány hónapig? Persze, jól meghíznak, de egészségesen. Ez a lényeg, ha évente nem jöhetnek fel ide, nem lesznek ellenállók. De más munkákat el kell végezni előtte, időben. És ez a gazdáknak is nagyon jót tesz. A birkák őszig maradnak Dartmoorban, amíg vissza nem térnek a birtokokra. Ha a birkák Dartmoorban vannak, akkor is kell róluk gondoskodni. Ha valaki pásztor és van egy nyája, akkor itt akar lenni velük, hogy kényelembe helyezze és biztonságban tudja őket. Ez egy gyönyörű hely. Lemegy a nap. Fel kell a hold, és az ősi Dartmoori táj. Amíg a csapat a mocsárnál van, Russ egy hagyományos nyugat-angliai ételt főz bárányból. A Dartmoori bárány Dartmoori füvet és csodálatos kis növényeket legel, ami teljesen más, mint amit odalent talál. Ettől lesz más a húsa. Mivel a mocsárnál kevés fa nő, régen száraz tőzeget égettek, ami a mocsárvidéken évezredek óta jelenlévő elhalt növényzetet jelenti. Persze ma már tilos tőzeget bányászni a Dartmooron. Ezt Skóciából hoztuk, de az Edward korban még gyakran égettek tőzeget. A tőzekből rakott tűzön más ízű az étel. Ma sokan úgy vélik, hogy az étel íze az összetevőkből adódik. Ez is egy összetevő. A tűzegnek jó illata van. De ezen inkább a viszki érződik. A viszkitől füstös mellékíze lesz az ételnek. Megfőzöm a tésztát.
nem vajjal, és nem a szokásos zsírokkal, hanem tejszínnel. A tejszín vagy tej, ha például fokhagyma vagy citrom mellett van a hűtőben, átveszi azok ízét. Tehát miután a tőzeg illata jó, az étel is nagyon finom lesz. Az Edwardkori látogatók keresték volna a cream tea nevű uzsonna specialitást. A teljes tea mellé felszolgált pogácsához ugyanis lassú, tőzegből rakott tűzön főtt volna a tejszín. Ez bámulatos. Tényleg. Ezek a kövek egy ókori út kövei. Kétségtelen, hogy ez a műemlék Szent Iván napjához köthető. Itt a szent hely, ahol a rituálékat előadták, és persze az Edward korban is sokat töprengtek azon, hogy mi történhetett itt. Sir Arthur Conan Doyle-t, a láb fölött kísértő a sátán kutyájának szerzőjét, nagyon érdekelte ez a téma. Rengeteget írt a démonokról és a mocsárnál tartott druida szertartásokról. Összekevertem a fűszernövényeket a tejszínnel. Most rétegezem. Ahol tőzegen főzik az ételt, ott ritkán készítenek sült húst. Inkább olyasmit, ami lassú tűzön fő. Pörköltet, ír gulyást. A térség konyhája a gazdálkodás emlékét őrzi. És a tőzegét. Csoda jó. Ez még az enyém. Fantasztikus ez a hely, nem? Millió kilométerre van Morvelhamtől. Számomra az ókori út kövei, és ez az állókő a legérdekesebb. Mert Conan Doyle történetében Hugo de Baskerville szemet vet egy fiatal lányra a faluból, és elrabolja, hogy magáévá tehesse, és bezárja a toronyba. Mi alatt a lányt fogva tartja, meghívja a barátait egy nagy lakomára. Az egyik szolgája elmondja neki, hogy a lány megszökött, ezért lóra kap, és utána ered a mocsárba. A barátai követik, és végül megtalálják, fölötte kitátott szája. Ott egy fekete kutya. Mindez az állókőnél történik. Nyergeld fel a pónit. Elmegyek. Ijesztő egy hely. A következő rész tartalmából. Krumpli eső esik. Most van a krumpli szüret. Olcsó munkaerő kell. Gyerünk! Megötted? Tiszta sára cipő! Gyerünk, estére össze kell szedni az összes krumplit! És jöhet a megérdemelt pihenés a tengerparton. Gyerünk, futás!